Csak látszólag egyszerű, valójában sok gyakorlás után szólal meg így az ostor a csikós kezében. Ez is a 19. század hangulatát idézte szerda délelőtt a múzeumfaluban. Természetesen nem hiányozhattak a huszárok sem, akik a szabadságharc legszebb pillanatait idézték fel. A 11-es számú székely határőr huszárezrednek a mintájára jött létre az egyesület. Ez a huszárezred Erdély területén ilyen területvédelmi, határvédelmi feladatokkal volt ellátva. Hát mivel mi itt vagyunk a keleti határcsücsökben, ugye Kis-Magyarország legkeletibb határszélén, ezért bátorkodtunk ezt a egyenruha rendet magunkra ölteni, ebből a célból, hogy a határvédelem mennyire fontos, kiváltképp ugye napjainkban van némi aktualitása. Maga a csapat egyébként nagyon szuperül állja a kihívásokat. Tagjai vagyunk a Magyar Huszáris Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. Az idén ugye 175 éves a Magyar Honvédség. Révén ennek az apropójából és a születésnapra való felkészülésből is szeretnénk minél több helyre eljutni. Hát nyilván, ahova hívnak minket, oda nagyon szívesen is látogatunk, akármilyen idő van. Úgyhogy remélem, hogy az itt lévő néző és látogató közönség is meg lesz a csapat munkásságával elégedve. Azt mondjad az izgó, akkor csak meg a húcu. A görbeszék társulata korabeli hangulatot idézte vissza. A múzeumfalu idei első rendezvénye volt a szerdai, de már a húsvétra készülnek. Nem ijedünk meg az időjárástól, mindig van B-tervünk, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, tehát vannak zárt helyiségeink, ahová várjuk szeretettel az érdeklődőket, és én azt gondolom, hogy ilyenkor egy picit borúsan is csodálatos a Sóstói Múzeumfalu, és bizony a háttérben már a húsvétot és a pünkösdöt is igyekszünk előkészíteni, tehát a húsvét az a következő nagy ünnep, ami a kereszténységnek is, illetve én azt gondolom, hogy minden embernek a szívében már ott van, hiszen nagy bődben vagyunk. Tehát ennek az előkészületei, a tervezés, a programok és a felkínált kézműves tevékenységek és egyéb dolgok, azok már ott vannak a talomban. És hát itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt a bőjt idején lassacskán meg lehet fogni a tojásokat a fiatal lányoknak és hölgyeknek, és készülni a húsvétra, mert a locsolkodás a legnagyobb zárása a húsvéti ünnepkörnek, és tojásdíszítő versenyünkre is be lehet nevezni azoknak, akik éreznek magukban bátorságot, és higgyék el, hogy nincs olyan, hogy nem jó és nem sikerült, mert hogy hagyományos és modern technikában is lehet nevezni, és a beérkezett nevezésekkel pedig egy kiállítást szeretnénk megnyitni, amelyre egy nagyszerű kárpátaljai néprajzos Kész Réka fog ellátogatni hozzánk, aki a salánki kárpátaljai hímes tojás díszítésről és az ehhez kapcsolódó szokásokról is fog nekünk egy nagyszerű előadást tartani. A tojásversenyre egyének és közösségek is jelentkezhetnek. A díszített tojásokat március 26-áig lehet elküldeni a múzeumfaluba. Az eredményhirdetés április 9-én, húsvét vasárnap lesz.